Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió szerdai híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Közlekedésbiztonság. A figyelmetlenség okozza a legtöbb balesetet. Erdőháza. Tágas kifutókat vettek birtokba az állatok. És áfonya szezon. Hazánkban is népszerű a zamatos kék gyümölcs. A nyári időszakban gyakran kell számítani zivatar és jégeső kialakulására. A megváltozott időjárási körülmények között a járművezetők és a gyalogosok általában a megszokottnál figyelmetlenebbek és türelmetlenebbek. A közlekedési balesetek kialakulása sok esetben a fáradtságra vezethető vissza. Feltehetően elaludt vezetés közben az a sofőr, aki az M85-ös gyorsforgalmi úton közlekedett Kapuvár felé kedd reggel. A járművet vezető férfi megpróbált ellenkormányzással visszatérni a pályára, de elveszítette uralmát a járműve irányítása felett és a szalagkorlátnak ütközött. A váratság jelentősen növeli a balesetek kialakulásának kockázatát, mondják a szakemberek. Több alkalommal előfordult elalvásos baleset. Ez jellemzően a gyorsforgalmi utakon, autópályán, autóúton fordul elő, az ingerszegény közlekedést figyelembe véve reggeli órákban jellemzően, de máskor is nem éri a járművezetőket elég inger, nem kell sebességet váltani, nem kell figyelni az előttük haladóra, és bizony bebólintanak. Egy-egy másodperces elalvás is elég ahhoz, hogy egy ívben egyenesen haladjanak tovább, és már neki is mentek a szalagkorlátnak, vagy letérjenek jobbra a leállósávra, és utána egy fölébredve egy hirtelen kormánymozdulattal már át is térnek a belső sávba, és úgy ütköznek a szalagkorlátnak. Erre kell mindenképp figyelni, megfelelően kipihenten közlekedni. A balesetek elkerülése érdekében érdemes az út során többször rövid pihenőket tartani és folyadékot fogyasztani. A hőség és a zord időjárási körülmények is próbára tehetik a gépjárművezetőket. Ha olyan úton megyünk, ahol nyomvájú van és nagy a sebességünk, akkor a jármű kereke és az út közötti tapadás megszűnik, és a gumi a vízen úszik. Ekkor a jármű, az autónk fékezhetetlen és kormányozhatatlan. Ez mindig a adott víz mennyiségétől, a sebességtől, a gépkocsi gumibordázatának a mélységétől függ. Ilyenkor mindenképpen csak egy nagyon egyszerű, sima kis gázlevétel az ajánlott, mert egy fékezésnél, egy erős, hirtelen kormánymozdulatnál már bekövetkezik azonnal a baleset, járművünk irányíthatatlanná válik, és csak egy esetleges ütközés után állunk meg. A nyári időszakban is fontos, hogy türelmesen, kellő önmérséklettel, fokozott óvatossággal és a szabályokat betartva közlekedjen. Indulás előtt szellőztetéssel, klímaberendezés használatával hűtse le járműve utasterét. A gyalogosok és a kerékpárosok biztonságára is kiemelt figyelmet kell fordítani. Testközelből ismerhetik meg a látogatók a Magyarországon található vadfajokat az Erdőháza ökoturisztikai látogatóközpontban. A vadasparkban tartott állatok biztonságos környezetben a ragadozóktól védett helyen tölthetik mindennapjaikat. Az ide látogatók dámvaddal, gímszarvassal, őzzel, vaddisznóval, illetve számos apró vadfajjal is megismerkedhetnek. Szarvas tehenünk, talán ők azok, akik a legjobban megszokták már az új helyüket, bár a dán szarvasunk is hasonlóképpen kézből is szeret már enni, úgyhogy ők teljes mértékben ott érzik. Mintegy 550 négyzetméteren mutatja be a soproni parkerdő élő világát az Erdőháza ökoturisztikai látogatóközpont. Az itt található magyarországi vadfajok az ország különböző vadasparkjaiból érkeztek városunkba. Az itt élő állatok az időjárás viszontagságainak kevésbé vannak kitéve, és rendszeres orvosi felügyelet alatt állnak. A vadasparkban tartott állatoknál alapvető szakmai szempont az, hogy már ilyen helyen született és lehetőség szerint több generáción keresztül vadasparkban tartott állatoknak az utódait szerezzük be, illetve ezeket vásároltuk mi is meg.
Elsősorban a Budakeszi Vadasparkból érkeztek hozzánk, de volt olyan állat, ami Szegedről, illetve Visegrádról került hozzánk. Mindegyikről azt kell tudni, hogy már a szüleik, illetve azok szülei is ilyen zárt körülmények között vadasparkokban nőttek föl. Ugye ennek több szempontból is van jelentősége, hiszen ezáltal ezek az állatok hozzászoktak ahhoz, hogy napi szinten takarmányozva vannak. Nyilván, ha azt nézzük, akkor ez egyfajta előnyt is jelent, hiszen kevésbé vannak például kitéve az időjárás viszontagságainak. Tehát egy téli hidegben, egy akár rosszabb időszakban ugyanúgy megkapják napi szinten a táplálékot. Fontos azt is tudni, hogy rendszeres állatorvosi ellenőrzés alatt dolgozunk, és az erre vonatkozó előírások betartásával működtetjük a vadasparkot. Természetesen megfelelő mennyiségű és minőségű takarmánnyal letetjük ezeket az állatokat. A látogatók testközelből ismerhetik meg azokat a vadfajokat, melyekkel egy erdei kirándulás során találkozhatnak. Az érdeklődők az erdei viselkedés szabályairól, valamint a legfontosabb ismertető jegyeikről is hasznos információt kaphatnak. A vadasparkban tartott állatok több szempontból is védve vannak különböző környezeti hatásoktól. A vadasparkban tartott fajoknál azért a szabad területen élőkkel szemben nyilvánvalóan az is előnyt jelent, hogy például nincsenek kitéve a ragadozók általi károkozásnak vagy elejtésnek, illetve ha a szarvasfélékre gondolunk, ugye ott rendszeresen előfordul, hogy párzási időszakban a hímegyedek harcolnak a nőstényekért, és ilyenkor elég jelentős és rendszeres az, hogy egy-egy egyed úgy sérül meg, hogy ebben a harcban el is hullik. Nyilván itt ezeknek sincsenek kitéve ezek az állatok, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan szempont van, ami alapján az itt élő állataink még jobb körülmények között vannak. Az Erdőháza Ökoturisztikai Látogató Központ augusztus 2-án nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A soproniak mellett hazai és külföldi turisták is betértek már a 2 hektáros létesítménybe. Az épületből egy impozáns fahídon keresztül juthatnak el a kirándulók a vadasparkba. Jó ütemben halad a Bécsi-Dombi alagút kivitelezése, emelte ki Facebook bejegyzésében dr. Farkas Ciprián. A polgármester hozzátette, fontos fejlesztés ez, hiszen ezáltal egy olyan körgyűrű jön létre, amely a városi közlekedés problémáit is megoldja. Kormányzati támogatásból az SDD konzorcium tavaly kezdte meg a 780 méter hosszú alagút építését. Az egyik alagútban már a 300 métert, a másikban 110 métert haladtak a munkálatok során. Ez az első olyan 2x2 sávos alagút, amelyet teljes egészében magyar szakemberek, tervezők, cégek építenek hazánkban a lehető legmodernebb technológia alkalmazásával. 2020. december 16-án indulhatott meg a forgalom az M85-ös út Sopron-Csorna közötti szakaszán, így a beruházásnak köszönhetően városunk is bekapcsolódott az országos gyorsforgalmi úthálózatba. Sopron polgármestere ennek kapcsán kiemelte, hogy ezáltal a soproniak több évtizedes álma valósult meg. Sopronban is egyre népszerűbb a halfogyasztás. A vásárlók elsősorban a feldolgozott termékeket keresik a pultakon. A Halpéntek nevű kampány keretében az online felületeken is népszerűsítik a rendszeres halfogyasztást. Ilyen pillanatban ez a legkevesebb termékünk, a magyaros grillkolbász 100% vacsorosban készült, jóvélbe töltve. A tengeri halak közül a hek, a lazac és a vörös tonhal a legkeresettebb ebben a soproni halboltban. Tavaly indult útjára a Halpéntek nevű kezdeményezés, mely a halfogyasztás pozitív hatásaira hívja fel a figyelmet. A halból készült ételek változatosan és könnyen elkészíthetőek. A túl egységű étkezés miatt, tehát jelen pillanatban a sertés és a baromfi hústermékek mellett kevés más egyéb vörös hús vagy egyéb szárnyas fogyasztanak. A hal ez olyan ásványanyagban és nyomelegben tartalmaz gazdagan vitaminokat és egyéb nyomelegeket, ami másképpen nem jut a szervezetbe, csak a halhússal. Ez a kifejezetten kiváló. A másik az ízhatás és az állaga. Nem utolsó sorban pedig az elkészítésnek az ideje és módja. Halat sütve, párolva, grillezve bárhogy el lehet készíteni, és nagyon gyorsan készül. A hazánkban megtermelt édesvízi halak szerves részei lehetnek az egészséges táplálkozásnak. A soproni halboltban számtalan újdonsággal várják a vásárlókat. Ebben az évben elindítottunk egy úgynevezett kényelmi étel kategóriába egy saját gyártású termékcsoportot. Itt nálunk megtalálható a grillnyások, ez harcsából, van lazac és tonhal, garnéla, emellett saját készítésű harcsaburger, 100% színhúsból készül, és emellett vannak saját készítésű grillkolbászaink, ami magyarországi, afrikai harcsából készült, sajtos, magyaros és bajor fűszerezésű. És ez kiváló termék, és ezt folyamatosan viszik.
A vásárlók körében az édesvízi halak iránt is nagy a kereslet. A fogyasztók elsősorban csütörtökön, pénteken és szombaton vásárolják meg a termékeket. A Halpéntek nevű kampány keretében a magyar haltermelés értékeire is felhívják a figyelmet. Az áfonya az egyik legkedveltebb bogyós hazánkban. Rendkívül ízletes és egészséges gyümölcsről van szó, amely méretében ugyan kicsi, de hatalmas tápértékkel bír, és minden más gyümölcsnél vagy zöldségnél erősebb és hatékonyabb antioxidánsokat tartalmaz, így rengeteg betegség ellen véd. A gyerekek nem bírják ki, és vásárlás után már be is kapnak egy-két áfonyát, annyira szeretik. Sokan fogyasztják nyersen, de nagyon ízletes húsok mellé szósznak, vagy lekvárnak is megfőzhetjük. Nagy Etelka őstermelő tavaly 500 üveg áfonya lekvárt főzött be. Egy kiló áfonyához ilyen 10 deka, 15 deka cukrot kell hozzátenni. Egy kevés kis fahéjjal is lehet, hogyha a cukorbetegek használják, ugye az áfonya nem árt a cukorbetegségnek sem, nem viszi fel a cukrot, és hogyha a kis fahéjat teszünk hozzá, akkor még jobb, mert lejjebb viszi a cukrot. Úgyhogy nagyon finom. Nem sok minden kell, ennyi kell, egy kis befőző zselatin kell hozzá, azt ennyi. Az áfonya magas antioxidáns tartalma immunrendszer erősítő és rendkívül jó hatással van az egészségünkre. Akinek van rá lehetősége, otthon is termeszthet áfonyát. A csemettéről azt kell tudni, hogy Magyarországon, mivel nagyon messzes a föld, de többnyire, hát nem nagyon marad meg kint, de viszont cserében nagyon-nagyon jól el lehet tartani. És hogyha 30-40 centis körzetbe kicserélődik a föld, akár ki is lehet ültetni, és most már nagyon sok faiskolában mindenhol lehet áfonyaföldet venni, ami teljesen tökéletes neki. Az áfonya szezonja júniustól szeptember elejéig tart. Így aki szeretne télire elspájzolni, az még vásárolhat az ízletes kék gyümölcsből. Eltenni lehet fagyasztva, aszalba, vagy akár lekvárnak fűzve is. Ötödik alkalommal rendeznek Sopronban alkotótábort. A 10 napos kreatív workshop határokon átívelő, hiszen osztrák és magyar résztvevők együtt dolgoznak, festenek. A tábor végén egy kiállítással lesz teljes az élmény, amelyen az elkészült műveket egy héten át tekinthetik majd meg az érdeklődők a Várkerület galériában. A Nemzetközi Alkotótábor ötlete Szabó Katalin és Gerhard Servenka, bécsi festőművész és a Soproni Képzőművészeti Társaság közös munkájaként jött létre. A műalkotók a kísérletező festészetet próbálhatják ki, mindenki a saját maga által elképzelt ötleteit veti vászonra 10 napon keresztül. Ötödik alkalommal rendezzük meg itt Sopronban ezt a tábort. Korábban a páromnak és festőtársamnak, Gerhard Cservenkának voltak táborai Neumarktban, és aztán úgy gondoltuk, hogy áthelyezzük Sopronba, miért ne. És így ez már tényleg ötödik alkalom. Ez egy festő-alkotó tábor olyan, ami úgy mondjuk, hogy experimentális festészettel foglalkozunk, tehát kísérletezünk, hogy valami olyat csináljunk, amit még eddig nem. Tehát ezt a fajta kreativitást igyekszünk kihozni a résztvevőkből. Az alkotó táborban mindenkit várnak, aki szeretne egy kicsit elmélyedni a festészet rejtelmeiben. Idén is egy témaköré szervezték a tábort, mely most a tűz és levegő volt. A táborunk múlt héten csütörtökön kezdődött egy bevezető előadással, ami tulajdonképpen a témánkon inspirációnak szolgált. A tábor a hét végén fejeződik be, amelyet egy záró kiállítással fogunk megünnepelni. A programot tehát egy tárlat zárja, amelynek a Várkerület galéria ad majd otthont. A kiállítás ünnepélyes megnyitója vasárnap 11 órakor lesz, és egy hétig tekinthető meg. Két meghatározó játékos is távozik a Sopron KC együttesétől. Az osztrák élvonalbeli Vienna hivatalos honlapja jelentette be, hogy a csapatnál folytatja a pályafutását az SKC közönség kedvence Tauras Jogéla. A litván erőcsatár a mögöttünk hagyott szezonban 29 találkozón több mint 13 pontot és 5 lepattanót átlagolt. Az együttes bedobója Bernard Thompson is távozik az ukrán élvonalbeli, és a nemzetközi kupában is érdekelt Kijev gárdájához, egy nemzetközi kosárlabdával foglalkozó weboldal szerint. A játékos az elmúlt szezonban közel 15 pontot, 5 lepattanót és 2 szerzett labdát átlagolt. Meleg nyárias időre számíthatunk az elkövetkező napokban, az időjárásról további részleteket híradónk után hallhatnak. Ezután Szerda Este című magazinunkat láthatják.
Kedves nézőink, önök a Sopron Televízió szerdai híradóját látták. További híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra! Csütörtökön sok lesz a napsütés, csapadék nem várható, hajnalban 13-19, délután 27-32 fokot mérhetünk. Pénteken többnyire napos időre számíthatunk, csupán néhol lehet zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok lesz. Szombaton is napsütésé lesz a főszerep, de kialakulhat futó zápor, zivatar, 30-35 fok valószínű.